a gyár, ugye amikor a németek ugye átmentek Pestről Budára, mert jöttek az oroszok. És amikor átmentek a másik oldalra, akkor ugye az egész hidat felrobbantottak, hogy az oroszok ne tudjanak őket utolérni Budán. És akkor az volt ennek a következménye, hogy elkezdték egymásnak lövöldözni, és szétbombáztak mindent, beleértve a gyárat is. Tehát a gyár teljesen lett bombázva, megszűnt a gyártás is, de rögtön a háború után, mivel az egész, tehát a gépek jellemzően lent voltak a pincébe, viszonylag gyorsan tudtak elkezdeni újra gyártani. János ugye felépítette újra a gyárat, és 48-ban, amikor készen volt arra, hogy teljes mértékben kezdjen el újra gyártani, akkor azt mondták, hogy köszönjük szépen, és elvitték, vagy elvették. Aznap egyébként 500 magángyárat vitték el. Ahogy mondtam fönt, az oroszok bejöttek, megittak az egész unikumos készletet, és mivel nem voltak hidak, és át akartak menni Budára, az egész hordot is elvitték. Van a gyárban, még lent a pincebe látni fogjatok, meg egy pár világháború előtti hordó, de semmit nem maradt meg, mert ugye ilyen ponton hidaknak használtak a hordokat, úgyhogy sajnos az egész, majdnem az egész háború előtti hordó azt is elvitték. Amikor államosította meg a gyárat, ugye János ült az irodába, bejött a rendőrség, és olyan kifogással, hogy nemzetközi valutát keresnek, dollár vagy font vagy Deutschmark, és ugye ők nem tartottak, mármint a Jánosék, mert ugye ez nem volt szabad, de az egyik rendőr az alányult valami szőnyeg alá, és kihúzott belőle egy 100 dolláros nótát, ami ugye ő odarakott, és ezzel az apropóból azt mondták, hogy elvittek azonnal az irodából. Ideje sem volt, hogy a széfébe elvigyen egy pár dolgot, azonnal letartóztatták és elvitték. Majd amikor kiengedték, akkor azt mondták az édesapámmal, hogy az ideje most elmenni, és 48-ban mentek el. Elment a receptúrával a zsebébe, Bécsen keresztül, a papám viszont gyalog, elment Jugoszlávián keresztül, és Triesztében bukkant fel, és onnan elment Amerikába. És akkor János és a papám New Yorkban találkozott. És ott ugye elkezdték egy teljesen más életet élni. Tulajdonképpen minden, ami létezik, elvitték tőlük. És az a papám ugye egy hónapig volt az Ellis Islandon, onnan elkezdett dolgozni, az első munkája egy porszívó ügynök volt a Bronxban. Ez pár napig tartott ez a munka, hát ugye nem tudom elképzelni az apukámat. Igen, nem tudta bekapcsolni rendesen a gépet. De az a lényeg az egésznek, hogy nulláról kezdték az egészet, és az apám már saját életét elkezdte építeni Amerikában. Itt ugye a Béla, itt maradt a Béla, a Bélanak nem volt, ő úgy döntött, hogy itt marad. Ő neki nem volt, talán azt hitte, hogy változnak a dolgok, de ő úgy döntött, hogy inkább itt marad, és odaadta a hatóságoknak egy kamu unikum receptúrát, és ők elkezdték Cvak néven egy kamu unikumot gyártani itt Magyarországon. És a János ugye már New Yorkból beperelte őket, mondván, hogy Cvak néven hamis unikumot gyártanak, és meg is nyerte a pert. Tehát ő volt tulajdonképpen az, ha nem az első, akkor az első között, akik
privát emberként, vagy állampolgárként megnyerte egy pert egy kommunista állam ellen, és az volt ennek a következménye, hogy ebből a hamis unikumból le kellett venniük a cvaknemet, és csak kommunista, csak szocialista országokban lehetett ezt forgalmazni. Tehát ők nem tudták jogilag a hamis unikumot külföldre, nyugatra küldeni, hanem csak ezek az ország. 30 év, amikor ugye az édesapám elkezdett eredeti unikumot gyártani Olaszországba, amikor két unikum volt. Az itteni, meg a kinti eredeti. És amikor visszajöttek 80-as években, és utána megvásároltak vissza a gyárat, akkor ki is szépen lassan kitették a forgalomból a hamis unikumot, és újra elkezdték az eredeti unikumot forgalmazni. Tehát Dióhéjba ez a történet a háború után. Visszaadom a mikrofont. Köszönjük szépen a személyes beszámolót. Thank you.